Hagyományainkhoz híven most már többedik alkalommal a családi napot szerveztünk erre a napra, és ez a nap most arról szól, hogy folytatjuk a tavaly elkezdett munkát. Ugye tavaly rengeteg földmunkánk volt, és nagyon nehéz fizikai munkát végeztek itt szülők, kollégák, és a városban még különböző segítők, és idén pedig szépítünk, tovább folytatjuk, vagyis növényesítünk. Rengeteg növényt kaptunk, tantestületünk tagjai már kora reggel itt voltak, előkészültünk, és a szülők folyamatosan érkeznek. A sportpályán lesz még rendezvényünk, táncbemutatónk lesz. És megújul még a színpadunk is, össze próbálunk még rakni itt ilyen biokertünkbe komposztáló hátárolót. Igyekszünk, vettünk biciklitárolókat is, tehát ez megint egy nagyon jó hír, mert már annyian jönnek biciklivel örömünkre és a rollerrel, hogy biztonságban ott az előkertünkbe le fogják tudni tenni. Szeretnék még különlegesen nagyon-nagyon nagy köszönetet mondani a szülői munkaközösségnek, a szűszének a tagjainak, akik már egy-két hete koordinálják, szervezik a munkálatokat, és rengeteget tettek azért, hogy most itt ezen a mai napon is itt ez most itt létrejöhessen, úgyhogy külön köszönet a szülőknek, köszönjük!